A Star Wars The Clone Wars sorozat utolsó évadával elérkezett a hírhet 66-os parancshoz, mikor is az uralkodó arra kötelezte a köztársaság hadseregének klónkatonáit, hogy végezzenek azokkal a hősökkel, akik eddig az oldalukon harcoltak a szeparatisták ellen, vagyis meg kellett ölniük az összes Jedit. A harctéren tehát a klónok fordultak a mesterek és padavanok ellen, eközben pedig a sötét oldal csábításának engedő Anakin Skywalker a Jedi templom ifjait mészárolta le. Az uralkodó terve majdnem tökéletesnek bizonyult, de végül azért páran csak megúszták a nagy tisztogatást. Most az ő névsorukat szedtük össze. A listán nem csak konkrét Jedik szerepelnek, hanem más olyan erőhasználók is, akikkel a 66-os parancs következtében végezni akartak. Ugyancsak nem kerültek fel az Inquisitorok, és értelemszerűen Darth Vader sem, mivel ők átálltak a birodalom oldalára. Ha érdekel titeket, magukról az Inquisitorokról később születhet egyébként külön videó is. Írjátok meg kommentben, hogy kíváncsiak lennétek rá. Fontos, hogy most végig az új kánont vesszük alapul, tehát a legendák eseményei és a régebbi videójátékok történései nem számítanak. Kenobi mester volt az első Jedi, akivel megismerkedhettek a Csillagok háborúja rajongók. Az 1977-es Egy új reményben ráadásul még halvány sejtésünk sem volt arról, hogy rajta kívül más erőhasználók is túlélték a nagy háborút. Ekkorra már galaxis szerte is mítosszá halványult a Jedi rend. Az uralkodó kis híján még az emléküket is sikeresen eltörölte. Obi-Wan Kenobinak hála azonban újra megindult a Jedi képzés. Elvégre ő vette a szárnyai alá az egykori kiválasztott Anakin fiát, vagyis Luke Skywalkert. Kenobinak fontos szerepe volt abban, hogy maradjon remény a galaxis számára, hiszen ugyancsak ő rejtett el Anakin és Padmé gyermekeit. Leját az Alderaanra vitte, ahol Bail Organa vált a lány nevelőapjává, a kis Luke pedig a Tatooine-ra került, apja mostohabátyához, Owen Larshoz és feleségéhez Beruhoz. Kenobi mester tehát nem csak a klónháborúk során szolgálta a köztársaságot és a Jedi rendet, hanem bukás után is tevékenyen részt vett ezek feltámasztásában. Obi-Wanhoz hasonlóan Yoda mester is önkéntes száműzetésbe vonult, ezzel büntetve magát azért, hogy nem látta át az uralkodó cselszövéseit, illetve párbajban is alul maradt Palpatinnal, azaz Darth Sidious-szal szemben. A 66-os parancsot követően a Dagobah bolygón rejtőzött el, ám egyetlen pillanatig sem vette le figyelő tekintetét a többi túlélő erőhasználóról. 4 évvel a Yavinni csata előtt például az erőn keresztül felvette a kapcsolatot Kanan Yarus-szal, aki épp a Lothálon található Jedi templom felé vette az irányt új tanítványával, Ezra Bridgerrel. A templomban próbatételek várták őket, Yoda pedig egyfajta szellemi vezetőként nyújtott támogatást. Évekkel később Kanan, Ezra és Ahsoka Tano is visszatért ebbe a templomba. Yoda ekkor újra megjelent nekik és segített megszökniük, amikor az Inquisíció rajta ütött a kompánián. Később maga Luke Skywalker is meglátogatta Yodát a Dagobán, ahol az immár 900 esztendős Jedi mester fejezte be az ifjú Skywalker képzését. A birodalom visszavág eseményei után Luke még egyszer felkereste Yodát, az idős mester viszont ekkor már nagyon közel járt a földi léte végéhez. Felfedte Luke előtt, hogy Darth Vader valójában tényleg nem más, mint Anakin Skywalker, majd egyé vált az erővel. Yoda a halála után is segítette a Jediket és a köztársaságot. Erőszellemként például az Ahch-To bolygón is megjelent az idős Luke előtt. Az Exegoli csata során több legendás Jedi mester mellett Yoda hangját is hallotta Rey, miközben a feltámasztott Darth Sidious-szal harcolt. Anakin Skywalker egykori tanítványa, Ahsoka Tano a Star Wars The Clone Wars 7. évadának abszolút főszereplőjévé vált. Azt már korábban is tudtuk, hogy Ahsoka túlélte a 66-os parancsot, hiszen fontos karakter volt a Star Wars Rebels animációs sorozatban, illetve megjelent egy hozzá kapcsolódó regény is, nemes egyszerűséggel Ahsoka címmel. A 66-os parancs kiadása után Ahsoka sikeresen eltávolította barátjából, a klónkatona Rexből az Inhibitor chipet, ami rákényszerítette az összes klónt a Jedik lemészárlására. Rex és Ahsoka így végül együtt menekültek el, az elkövetkező éveket pedig mindketten próbálták inkognitóban átvészelni. A galaktikus polgárháború során végig a lázadók mellett állt, de még ezelőtt is fontos szerepe volt az egész lázadás alapjainak lerakásában. Többször összecsapott egykori mesterével, az immár Darth Vaderként az uralkodót szolgáló Anakin Skywalkerrel. Az Endori csata után pedig a Lothálon újra találkozott a mandalóri Sabine Wrennel, akivel együtt indultak el Ezra Bridger keresésére. Ezt követő élete egyelőre nem ismert, de minden jel arra mutat, hogy hamarosan fel fog bukkanni a The Mandalorian második évadában. Ugye emlékeztek, hogy előre szóltunk, nem csak Jedikről lesz szó. Ahsoka Tanohoz hasonlóan Darth Maul, vagy
immár simán csak MOL, és épp egy köztársasági csillaghajón tartózkodott, mikor kiadták a 66-os parancsot. A még az inhibitor chip hatás alatt lévő Rex parancsba adta a klónoknak, hogy öljék meg MOL-t is, de Ahsoka kiszabadította egykori ellenségét. MOL épségben elmenekült a hajóról, és egy új bűnszervezetet alapított. Ez lett a Vörös Hajnal. Így bukkanhatott fel a Solo egy Star Wars történet végén is egy gyors cameo erejéig. Többször szerepelt a Star Wars Rebels animációs sorozatban, ahol megpróbálta a sötét oldal felé csábítani és tanítványává fogadni Ezra Bridgert. Végül azonban csak nem hagyta nyugodni az Obi-Wan Kenobi irányába táplált gyűlölete, és felkereste az öreg Jedit a Tatooine-on. Végső összecsapásukban ő lett a vesztes fél. Halála előtt viszont még megkérdezte Kenobit, hogy tényleg az az ifjú lesz a kiválasztott, akire a mester a Tatooine-on vigyáz. Obi-Wan igennel felelt, MOL pedig abban a tudatban halt meg, hogy Luke Skywalker egyszer még megfizet az uralkodónak az erőhasználók közel teljes kiirtásáért. Quinlan Voss esetében nincs konkrét bizonyítékunk arra, hogy a sötét oldal felé is elcsábult Jedi tényleg életben lenne. Ugyanakkor a Star Wars Rebels animációs sorozat egyik epizódjában láthatjuk az ő nevét is a főinkvizitor azon listáján, melyen a valószínűleg életben maradt Jedik szerepeltek. Coleman Kaj, Oppo Rancisis, Sherrak Eluas és Kamun Koli az inkvizíció szerint ugyancsak elképzelhető, hogy életben van, de egyikük sorsát sem konkretizálta a kánon. Teljesen logikusnak tűnik az, hogy Quinlan Vosst nem ölték meg a klónok a 66-os parancs kiadásakor, hiszen ő általában nem a frontvonalon teljesített szolgálatot, hanem titkos küldetésekre indult, álcázva ténykedett, beépült az ellenség sorai közé. Ezen képességei nagyban hozzásegítették ahhoz, hogy a birodalom évei alatt is rejtve maradhasson az inkvizíció elől. Remélhetőleg előbb vagy utóbb konkrét válaszokat is kapunk majd arra, hogy mi történt vele a tisztogatások után. Bár a 66-os parancsot még túlélte, Kira Kinfila nem sokkal később elsőként tapasztalta meg, hogy milyen összeakadni az új Sith nagyúrral, Darth Vaderrel. Kinfila a Jedi rendben teljesített szolgálatot, de valamikor a múltban elkötelezte magát a Barash fogadalom mellett. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy kvázi szerzetesnek állt, és a továbbiakban soha többé nem kerülhetett kapcsolatba a rend tagjaival. Éppen ezért a 66-os parancs kiadásakor már nem a csatatéren harcolt, hanem az Aldolim Hold kolostrában meditált. Vader itt talált rá. Bár pár viadaluk első körét még a Jedi mester nyerte, letaszította Vadert egy szakadékba. A Sith nagyúr darabokra zúzta gépiesített testét, de viszonylag hamar sikerült az erő segítségével összekaparnia magát, és csak úgy mellékesen elárasztotta a közeli városkát. Kinfila mester könyörgött Vadernek, hogy kimélje meg az ártatlanok életét, de a nagyúr természetesen nem így tett. Végzett a civilekkel és a Jedivel is. A Jedi templom könyvtárosa a régi, immár legendáknak számító idővonalon még odaveszett a 66-os parancsot követő támadások során, az új, hivatalos kánon képregényei szerint viszont életben maradt. Jocasta Nu a Jedi elmetrükkök egyik legnagyobb mestere volt, így tudta kicselezni az életére törő klónokat is. Elrejtőzött és Jedi holokronok készítésébe fogott, meg akarta őrizni valahogy az egész Jedi rend tudását, hogy az eljövendő generációk majd tanulhassanak belőle. Jocasta Nu megtudta, hogy a birodalmi fennhatóság alá került Jedi könyvtárban található egy olyan adatbázis is, ami tartalmazza az összes erőérzékeny ifjú listáját. Ki akarta menekíteni az értékes adathordozót, mielőtt még az uralkodó belekezdett volna a gyermekek felkutatásába és legyilkolásába. A könyvtárban megküzdött a főinkvizitorral, aki le is győzte volna őt, de végül Darth Vader közbeavatkozott. A sötét nagyúr élve akarta Nút elfogni, aki azonban megszökött. Rövid üldözés után Vader csak elkapta az egykori könyvtárost, és éppen elszállította volna őt a rohamosztogosok segítségével, amikor Jocasta Nu felfedte a katonák előtt a nagyúr titkát, vagyis azt, hogy Vader valójában az egykori Jedi, név szerint Anakin Skywalker. Mielőtt még a rohamosztogosok reagálhattak volna, Darth Vader mindannyiukat megölte, majd Nu-val is végzett, aki leeresztett karokkal elfogadta sorsát. Végül egyébként Vader nem adta át az erőérzékeny gyermekek listáját Palpatine-nak, sőt, említést sem tett róla, és elpusztította az adathordozót. Listánk több szereplőjéhez hasonlóan Ferren Bár is padawanként élte túl a 66-os parancsot. Pontosan nem tisztázott, hogyan is sikerült elkerülnie a Jedik szomorú végét, de valahogy eljutott a Mon Cala bolygóra. Le kell szögeznünk, hogy Bár cseppet sem az a klasszikus jóságos Jedi, akit elképzelne az ember. Egészen konkrétan elme trükkök sorozatával érte el azt, hogy követők gyűjjenek köré, akik később vakon feláldozták magukat érte, amikor Vader és az inkvizíció a nyomára bukkant. Még Lee Chart a bolygó vezetőjét is elmetrükkök segítségével állította maga mellé. Bár nem csak arra jött rá, hogy Anakin Skywalker vált Vader nagyúrrá,
hanem a 66-os parancs mögött húzódott tervet, és a klónkatonák ebben betöltött szerepét is megfejtette. Így, mikor három inkvizitor rajta ütött, nemes egyszerűséggel aktiválta az inkvizitorokkal együtt érkező, az utolsó klónsorozatba tartozó katonák számára a 66-os parancsot. A klónok így az inkvizitorok ellen fordultak, bár pedig ismét elmenekült. Végül azonban ő sem kerülhette el a sorsát. Összecsapott Vaderrel, és ő maradt alul. 2 évig a klónháborúban harcolt és a Jedi tanács tagja volt, később azonban nem tisztázott okok miatt East Coast mester elhagyta a rendet. A 66-os parancs kiadásának pillanatában tehát már nem volt Jedi, de persze így is rejtőzködnie kellett. Pap lett belőle, szerelemre talált és gyermeke született. Nem sokkal a kicsi születése után azonban Vader és az inkvizitorok rátaláltak. Az események a lehető legrosszabb forgatókönyv szerint alakultak. Vader nagyúr megölte őt, az újszülöttet pedig elszállították, hogy birodalmi ügynököt neveljenek belőle. Ideje, hogy rátérjünk a Rebels animációs sorozat egyik főhősére. Kanan Jarrus eredeti neve nem más, mint Caleb Doom. A birodalom regnálása alatt viszont értelemszerűen nem volt életbiztosítás a valós nevét használnia. Mestere Depa Billaba feláldozta magát azért, hogy Kanan megússza a 66-os parancsot, később pedig egy Janus Kasmir nevű csempész vette őt a szárnyai alá. Csatlakozott egy kisebb ellenálló csoporthoz, a Szellem nevű hajó legénységéhez. A Star Wars Rebels eseményei során újra elkezdett visszatérni a Jedi útjára, tanítványával fogadta Ezra Bridgert. Darth Maul megvakította őt a Malakoron, de ez nem gátolta meg a Jedi lovagot abban, hogy továbbra is képzett fénykardforgató maradjon, sőt, még szorosabbra fűzte kapcsolatát az erővel. Kanan végül egyik küldetésük során életét vesztette, miközben szerelmét, Hera Syndulát mentette ki a fogságból. A Skywalker korában az ő hangját is hallotta Rey a korábban említett jelenetben. A Star Wars Jedi Fallen Order videójáték több új szereplővel is megismertetett bennünket. Köztük először most magáról a főhősről esik szó. Cal Kestis még csak fiatal padawan volt, mikor kiadták a 66-os parancsot. Mestere, Jarrod Tapal az életét adta azért, hogy Cal megmenekülhessen. Az ifjú padawan magával vitte Tapal mester megrongálódott fénykardját, de természetesen mindenki előtt gondosan titkolta azt, hogy ő valaha bármiféle kapcsolatban is állt a Jedi renddel. A Bracca bolygón rejtőzött el, ami tulajdonképpen a birodalom roncstelepének számít. A bontóbrigádban kezdett el dolgozni, az egyik nap viszont baleset történt, barátja életét pedig csak úgy tudta megmenteni, hogy újra használta az erőt, ezáltal értelemszerűen lelepleződött, elkezdték őt üldözni az inkvizítorok. Elég gyorsan összefutott egy másik egykori Jedivel, Sir Jundával, aki a mentorává vált. Sir Junda sorsa talán még Cal Kestisénél is tragikusabb. A 66-os parancs után tanítványával, Trilla Sudurival együtt elmenekültek, sőt, több ifjú Jedit is magukkal vittek. Ezt követően az inkvizítoroknak csak sikerült elfogniuk őt, és erődjükben brutális kínvallatásnak vetették alá. Amíg csak lehetett, megpróbált ellenállni, de végül csak megtörték, és elárulta a birodalmiaknak, hogy merre találják tanítványát és a többi fiatalt. Padawanját, Trilla Sudurit is foggyul ejtették, sőt, átállították a sötét oldalra. Belőle lett a második nővér nevezetű inkvizítor. Immár második nővérként Suduri bement abba a szobába, ahol Jundát őrizték és gúnyolni kezdte egykori mesterét. Jundát végül hatalmába kerítette a harag és az elkeseredett düh, amikor kiszabadult, Sudurin kívül mindenkit megölt a szobában. Menekülését követően teljesen elvágta kapcsolatát az erővel, később azonban azt vette a fejébe, hogy Cal Kestis segítségével újjáépíti a Jedi rendet. Cal Kestis és Sir Junda után pedig még mindenképp szót kell ejtenünk a Star Wars Jedi Fallen Order egyik mellékszereplőjéről is. Ő nem más, mint Taron Malikos, akivel a Dathomir bolygón futunk össze a játékban. Malikos Jedi tábornokként szolgált a klónháborúk alatt, a 66-os parancsot követően pedig a Dathomirra menekült és ott is rejtőzött el. A bolygón teljesen hatalmába kerítette a sötét oldal, ezzel párhuzamosan az étestvérek vezetőjévé vált. Megpróbálta átcsábítani még Cal Kestist is a sötét oldalra, de természetesen nem járt sikerrel. Cal párbajban legyőzte őt, végül pedig egy éjnővér, név szerint Merin élve eltemette őt egy varázslat segítségével. Cseppet sem kellemes vég, annyi szent. Nakmed egy igazán különleges szereplője a listánknak, vele a 2019-ben megjelent Force Collector című regényben találkozhattunk. Bár a Jedik tanították, még a klónháború kitörés előtt elhagyta a rendet, hogy a maga útját járja. Nem sokkal később családot is alapított. Mivel nem volt az események közvetlen szereplője, elhitte az uralkodó hazugságait, tényleg úgy gondolta, hogy a Jedik elárulták a köztársaságot. Rá kellett azonban jönnie, hogy ez nem igaz, mivel őt is megtalálta az inkvizíció, konkrétan a főinkvizítort próbálta megölni. Nakmed nagy nehezen legyőzte az inkvizítort és elmenekült a Pamba bolygóra, amit nem is hagyott el élete hátra lévő részében. Az új köztársaság korában unokája, Karnuk Sin felkutatta őt, és végül Nak abban a tudatban halt meg,
hogy a családja sikeresen túlélte a birodalmi tisztogatásokat és az inkvizíciót. Sorsa talán szörnyűbb lett, mintha egyszerűen megölték volna a 66-os parancs kiadásakor. A Mirialan fajba tartozó Jedi mestert ugyanis elfogták, majd a Stygion Prime bolygóra szállították, és nem sokkal később ki is végezték a főinkvizitor jelenlétében. Unduli azonban nem nyugodhatott békében. Éveken át pletykák keringtek galaxis szerte, hogy Luminara Unduli a túlélők közé tartozik. Mindez azonban nem volt más, mint az inkvizíció és a birodalom csele. Így akarták előcsalogatni a rejtőzködő Jediket. Kanan Jarrus és Ezra Bridger is felültek ennek a megtévesztéstek, és elutaztak a Stygion Prime-ra, hogy kiszabadítsák a Jedi mestert. Itt azonban csak Unduli teljesen kiszáradt testét találták meg. Csupán említés szintjén érdemes még kitérni a következő négy Jedire, akiről a Star Wars Uprising videójátékokból tudjuk, hogy túlélték a 66-os parancsot, ám nem sokkal később az inkvizítorok megölték őket. Nuzh, Mususiel, Zubain Anconori és Kandra holokron formájában bukkantak fel az említett mobiljátékban. A Star Wars Insider 154. számában megjelent The End of History novellából tudjuk, hogy egy Uvel nevű Jedi is a túlélők közé tartozott. Szerintetek kihagytunk esetleg valakit? Természetesen ez simán elképzelhető, nyugodtan bővítsétek a listát ti is lent a kommentek között, de ne feledjétek, hogy most a kánonról van csak szó, tehát például a Dark Horse Comics képregényei, vagy a Star Wars The Force Unleashed videójátékok nem számítanak. Ha tetszett a videó, akkor mindenképp hagyjatok alatta egy lájkot, amennyiben pedig eddig még nem tettétek volna, iratkozzatok fel a csatornánkra, illetve nyomjátok be a csengőt is. Bőségesen megszórunk benneteket új tartalmakkal egész májusban, pörög a Game Pass Online Fesztivál is, szóval most különösen megéri követni bennünket. Az erő legyen veletek, sziasztok!